Hangosan ugatnak a kutyák a Bátai Lilium utcában. Nem tudni, hogy a betörések idején is így tettek-e, csak azt, hogy a bűnözők már szinte mindent kipakoltak a három üresen álló ingatlanból, mire az elhunyt német tulajdonos felesége észrevette a károkat. Több millió forintnyi értéket tulajdonítottak el az ingatlanból. A szekszárdi nyomozók azonnal a helyszínre siettek, ahol az elsődleges adatgyűjtések és a helyszíni szemle során kiderült, hogy az esettel összefüggésbe hozható több Bátán élő személy is, akiket elszámoltatás miatt előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra. Összesen 4 gyanúsítottat hallgattak ki a rendőrök, közülük 2 még fiatalkorúak, egyikőjük 16, a másik tolvaj pedig 17 éves. Rajtuk kívül még egy nő és egy férfi vett részt a háromház kirablásában. Ezeken a rendőrségi fotókon jól látszik, hogy mekkora kárt okoztak az ingatlanokba betörő tolvajok. Az ablakokat betörve jutottak be az épületekbe, bent pedig mindent feldúltak. Végül nem válogattak, amit találtak, mindent magukkal vittek. Kerámiából készült kacsa, dísz, monitor és sok ládányi érték. Az elkövetőknél tartott kutatás során kollégáim egy kis teherautónyi értéket foglaltak le, amelyben a kisgépektől a szerszámokon át a különböző kerti tárgyakig, valamint étkészletekig, poharakig mindent találtak. A három bátai házba betörő gyanúsítottak azóta már letartóztatásban várják, hogy bíróság elé állítsák őket. A rendőrség egyébként a hasonló esetek elkerülése érdekében arra kér mindenkit, hogyha tartósan nem laknak egy házat, akkor mindig kérjenek meg egy szomszédot, hogy figyelj az ingatlant.